Lehetek veletek őszinte? Egyszerűen gyűlölöm az esőt. Próbáltam intrót felvenni, de még azt sem engedi. Jó, hát akkor itt leszünk az istállóban. Nem baj. Észrevettem valamit rajtatok. Mégpedig azt, hogy nagyon szeretitek az axolotl állatkákat. Ne értsetek félre, én is imádom őket. Nem is tudom, hogy melyik a kedvenc passzív mobom. Talán az axolotl, de még lehet, hogy a kecske. Nektek melyik? Éppen a közös szeretetünk az axolotl állatkák iránt az, ami a mai nap arra késztetett engem, hogy egy olyan projekttel foglalkozzak, ami bizony körülöttük forog. Na de ne mosolyogjatok annyira, ugyanis lehetséges, hogy a videó végére, amikor már megosztom veletek a tervemet, másképp fogtok gondolkodni. Mi volt ez? Te jó ég. Nem tudom, biztosan az eső, vagy nem tudom, a morajlás, dörög, vagy valami. Na de srácok, hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy csodálatos túlélő részben, ez itt immáron a 27. epizód. Ameddig eláll ez a csúnya-csúnya eső, addig engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, hogy mégis mit csináltam a kettő epizód között. Nos hát természetesen most is, mint mindig, fát vágtam, ezt ki is hagynám. Ezután elmentem bányászni. Nem szerettem volna a vasfarmunk mellett tafkolni, ezért egy streamben nem mentünk a mélybe, és egy csomó-csomó vasat összeszedtünk, amik egyébként kellenek majd a beaconhöz, ugyanis van 3 darab beaconöm, amit ki kellene egészítenem 9x9-esre, hogy teljesen maxos legyen az effekt, amit kapunk tőle. Nagyon-nagyon sok vasat sikerült egyébként kibányászni. Ezután az automata gyapjú farm istálója mögé mentem, és ott kezdtem el munkálkodni. Ameddig ezt csinálom, addig engedjétek meg nekem, hogy megköszönjem azt a rengeteg pozitivitást, ami érkezik tőletek a videók alá. Itt is van rögtön a résznek az első kiemelt hozzászólása, ami nem mástól, mint Csorvási Tamástól érkezett. Ezt nem fogom most felolvasni, ugyanis eléggé hosszú, csak szeretném megköszönni a rengeteg pozitív energiát és gondolatot, amit ebbe a kommentbe írtál, valamint kifejezném, hogy örülök annak, hogy neked is és a gyerekednek is szórakoztatást, örömet okozhatok, igazából ezért videózom, szóval köszönöm szépen. A képernyőn egyébként láthatjátok, hogy ezt az üres részt töltöttem ki egy új tök farmmal, amit nem fogok használni, csak díszként van itt, és egy ilyen kis aranyos szerszámos házikúval, ez nem túl bonyolult, tök egyszerű, de nagyon jó, szerintem kiegészíti ezt a kis erdőrészt, ezt a kis pusztát itt az erdő mellett. Aztán jöhetett a faépítés, ebből a fenyőből felhúztam egy párat, mert szerintem kellett még ide valami zöld, valami bokros, valami organikus. És hát igen, nagyjából ennyi történt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én egyszerűen imádom ezt a kis aranyos részt, tök jó ide kijönni, és egy picikét tényleg úgy érezni, mint hogyha a valóságban lennék, vagy hát nem is tudom. Szerintem ezek a gombák, meg a picike páfrányok, meg a nagy páfrányok is nagyon-nagyon sokat dobnak ehhez a helyhez. Na de akkor mivel is fogunk foglalkozni a mai videóban? Nos hát van egy olyan pillager fajta, akivel még egyáltalán nem foglalkoztunk. És hát ez nem más, mint a boszorkány. Kaptak az íjász pillagerök tornyokat. Kaptak a varázslók egy óriási-óriási halhatatlanság szobrát. Akkor mégis miért ne kaphatnának valamit a boszorkányok, ami hozzájuk illik? És igen-igen, itt van a csodálatos savas mocsár. Hát ebbe kellene valamit építenünk. Mondjuk egy kocsmát, ahol a főzeteket főzik ki a különböző pillageröknek. Mondjuk valahova ide, vagy esetleg oda fel. Mindenképpen tele lesz ilyen szutymóval, meg trötymővel, meg mindenféle undiszóval. De előtte még van egy hatalmas nagy küldetésünk. Sajnos néhány résszel ezelőtt kaptam videón kívül egy szigonyt. Én ettől meg szeretnék szabadulni, vagy legalábbis nem szeretném használni. Nem tartom igazságosnak. Szeretnék ma egy olyan szigonyt találni, amit videón belül kapok meg, és nem pont akkor, amikor éppen kikapcsoltam már a felvételt, mint legutóbb. Egy szigony megszerzéséhez nincs is igazából túl sok mindenre szükségünk, csak egy tengerpartra, valamint egy looting 3-as kardra. Hello, hello, őszi városka. Hello, hello, villager outpost. Megfulladt zombikat leges legnagyobb eséllyel az ilyen struktúrákban találhattok. Ide eléggé sok spónol, és bizony eléggé nagy eséllyel Trident-tel. Észre sem vettem, hogy itt van mellettem egy hatalmas nagy geóda. Nézzük meg. Oké, hát ez óriási. Szerintem ez inkább több geóda egyben nőve. Tudom, a kíváncsiság öl, de ezt most muszáj megnéznem. Mondom én, hát belülről nem olyan hatalmas ez, viszont kívülről nagyon is az.
Hát itt van egy ilyen zombi, de neki sajnos se szigonya, se nautilusza. Talán máshol kellene próbálkoznom. Hello? Hello? Hi. Na itt már sokkal-sokkal több van, király. Hello? Hello, hello. Ó, nála van egy Nautilus, ez az, kidobta. Komolyan mondom, ez számomra még értékesebb is, mint a szigony, ugyanis a Nautilus a kedvenc állatom. Halál, ő is kidobta. Ő is kidobta. Ú, ott a korallzátonynak a közepén van egy ilyen építmény. Ugye szépen lejövünk. Halál. Réz, halál. Hús. Oké, itt egy szigonyos, itt egy szigonyos. Kérlek szépen dob ki a szigonyodat, hogyha neked megyek. Kérlek, kérlek. Legyél jó. Au, megtámadott egy pufferfish. Ez nem ér, ez papagáj ellenesség. Ez az, gyere. Oké, kidobtad? Nem dobta ki. Nem hiszem el. Pedig itt volt a tökéletes alkalom. Újabb és újabb ilyen tengeri városokat fedezek fel, ahol még nem jártam. Egyébként ez tök jó. Soha nem szoktak érdekelni. Általában nincsen bennük semmi érdekes. Nagyon-nagyon ritkán eljövök ide, amikor még a játéknak az elején vagyok, mert búzát meg ilyesmit lehet azért felfedezni, meg magvakat, de hát és jelenleg sajnos pont az, amit keresek, az nincsen. Ott van egy magányosan. Na várjatok szépen. Azt hittem, hogy hátulra meg tudjuk támadni, de nem mert ide nézett. Rájöttem valamire. Jobban jár az ember, hogyha napközben addig kikapcsolódik egy picit, mondjuk kimegy a partra, vagy lemegy a víz alá, és nem tudom, rááll egy ilyenre, és shiftel, mint hogyha körbe-körbe járkál. Igazából napközben nem is nagyon spónolnak drowndok, sajnos, ahogyan észrevettem, leginkább csak éjszaka. Aha, itt is egy, és itt is egy. Ó, te jó ég, szigonyos, szigonyos, ez az, szigonyos, ez az, ne dobj meg, ez az, dobd ki, nem már! Az eső persze az megint esik, Minecraft, javítsd már ki a hülye hibáidat. Réz, de menő, ilyet még nem is láttam. Ó, ott látok még egy ilyen kis városkát, na talán majd ebben szerencsém lesz. Vagy szerencsétlenségem, attól függ, hogy honnan nézzük, kinek mit jelent a szigony. Ha, nézzétek mit találtam, itt a szárazföldön van. Gyerünk, gyerünk, szlüpircsölők, adjatok valamit, vagy egy nautilussát, vagy pedig egy szigonyt. Áj, fúj, sátán gyermek, ráadásul még... Trutyis is. Még egy sátán gyermek, mi ez? Nekem senki nem szólt arról, hogy ma babysitternem kéne. Éppen fel kell a nap, srácok, és kettő nagy óceánt is bejártunk, és sajnos nem kaptam egyetlen egy szigonyt sem. Viszont gyorsan szeretnének titeket arra emlékeztetni, hogyha tetszik a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok. Nektek semmibe sem kerül, nekem pedig nagyon-nagyon sokat segít, hogyha élvezitek a tartalmat. Egyébként ne aggódjatok, nem adom ám fel, csak el kellett hazajönnöm, mert kell rakéta, úgyhogy amint az megvan, learadtam ezt a cukornát farmot, folytatjuk is. Oké, akkor ezek így szépen megvannak, lekraftolom a papírt, és akkor utána jöhet is a rakéta. Hogyha annyi idő nem lesz elég, mint amennyi rakéta nálam van, akkor nem tudom mit csinálok, feljelentek valakit, vagy mit tudom én. Na most eljöttem a bázisunk mögött lévő óceánhoz, lássuk, hogy az mit tartogat számunkra. Teknőst elsősorban, ahogy elnézem. Oké, itt van egy megint csak a felszínen, ahogyan elnézem. Nézzünk oda. Aha, tehát megint sehol senki, csak egy chest. Ó, viszont itt van egy falu, ameddig be nem sötétedik, addig megnézhetnénk, hogy miket találunk. Búzadó, harang. Azért az egyért is bemegyek, hiába próbálták elrejteni. Légy szabad, ló, meg tehén. Gyerünk, menni fog, tudom. Bízok benned, igazi szabadú ló művész vagy. Aj, hát mindent is találok, csak azt nem, amit szeretnék. Egyébként ti hogyan szoktatok magatoknak szigonyt szerezni? Nekem volt egy pont 16-ban egy nagyon jó kis farmom rá, lehetséges, hogy azt is újra meg kellene építeni valahova, hogyha nagyon szeretnék még több szigonyt, de jelenleg most úgy érzem, hogy manuálisan akarom összeszedni. Hát ezt nem hiszem el, még egy falu. Nem az kell most nekem, hanem ilyen elsüllyedt városka. Oké, itt találtam egyet, és ott egy szigonyos! Ez az, ez lesz az én szerencsém. Hogyha jól hallom, akkor kettő is van. Gyerünk, dobj egyet! Ez az! Ez az! Ó, te jó, nem tudom felszedni, de várjátok, gyorsan kidobok valamit. Oké, halál. Nagyon sunyi vagyok, azért a rezet, azt visszaszedem. Nézzétek, megvan! Ez az, mehetek haza végre. Otthon, édes otthon. És akkor most hova tovább? Merülhet fel bennetek jogosan a kérdés. Nos, az egyik Twitch streamen szerencsére találtunk egy channeling könyvet. Erre nagyon nagy szükségünk lesz majd. Ezzel villámokat lehet befogni. Furán hangzik, de majd megmutatom, hogy hogy működik, hogyha esetleg nem tudnátok. Ezen kívül szükségünk lesz még egy mendingre, amit itt találunk, valamint nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lennének nálam könyvek.
ugyanis tudnék akkor venni gyorsan egy Unbreaking 3-asat. Oké, kettő darab Unbreaking 2-es, és akkor ezt szépen összekraftolom egy 3-assá. Itt van egy Anvil Super, ezt ide ledobom, és akkor egy 3-as. Oké, reménykedjünk benne, hogy lesz elég szinten, megvan a Channeling, megvan az Unbreaking 3 is, és megvan a Mending is, nagyon szuper. Most pedig irány az End, valamint az XP Farm, ahol aztán feltöltődhetünk szépen, hogyha a kezünkbe vesszük az End Calibur-t. Király! Itthon is vagyok. A csodás nap lemente. A következőnél, amit látunk, ott már a domboldalon lesz valami. Egy különleges építmény. Most még nem fogom nektek elmondani, hogy pontosan mi is a koncepcióm. Kinézetre eléggé egyszerű lesz, nem akarom túl bonyolítani a falakat, sem pedig a tetőt, egy picikét díszesebb lesz, de mégsem. Meglátjátok majd, hogy a koncepció lesz az, aminek erősnek kell lennie. El fogom mondani az építés után, hogy mégis mi az alapja és a története ennek a házikónak, kocsmának, fogadónak. Ki hogy akarja nevezni? Na de akkor, vágjunk bele! Let's go! Voilà, elkészültem. Vagyis hát majdnem na, még nincsenek benne se axolotlök, se pedig berendezés. Viszont ahogyan ígértem nektek, van ennek az építménynek egy koncepciója, amit most nagyon gyorsan összefoglalok. Ez az egész Baba Yaga-nak a keleti történetéből származik. Ő egy szláv mendemondából jön, és nem más ő, mint egy boszorkány. Egy boszorkány, aki mozsárban, egy mozsártörővel repül, szeli az eget, és bizony egy tyúklábú palotában, házikóban él tulajdonképpen. Ezt a házat mindig egyszerűen mutatják be. Sosincsen túldíszítve, és mindig romos, mindig kicsit ilyen földes, már növi a fű, stb. Hát erre próbáltam én, erre a koncepcióra ráhúzni a saját ötletemet. És hogy mégis mit keres ebben a világban Baba Yaga-nak a kis sétáló, majdnem azt mondtam, hogy vándorpalotája, de hát nem az, ugye a maga kis sétáló kis kunyhója. Nos hát, szükség volt itt egy kocsmára, mint nagyon jól tudjátok ti is, a Pillager raidek alatt, szintúgy, mint bármelyik Illager fajta, megjelennek a boszorkányok is. Nekik is kellett egy külön hely, és én úgy döntöttem, hogy mi lenne, hogyha ebben főznék a főzeteket, a potionöket, a gyógyítást, a mérgezést, stb. És a különböző pillagerök, amikor elfáradnak a csatában, ide betérnek. Viszont mivel a boszorkányok annyira nem kedvelik őket, és leginkább csak kényszerből vannak velük, ezért magasra építkeztek, és egy ilyen elvarázsolt tyúk lábon járnak körbe, ugye ebben a nagy-nagy csúnya szutykos mocsárban. Éppen ezért csak ők tudják ezt az építkezést megközelíteni, és csak is mozsárral, valamint seprűvel. Repüljünk el egy picikét ide távolabbra, és nézzünk vissza a kunyhóra. Mint látjátok, annak a tetején van egy ilyen üveg gömb, aminek van egy nyaka, és ott van valami. Na de most vajon mi lehet ez Perky Parrotnak az elképzelésében? Hát nem más, mint egy fejjel lefelé fordított mérges fiola, mérges üveg. Azért van rajta fordított koponya is, mert ez az egész bele van töltve ebbe a torony. Az a lé, ami ebben az üvegcsében fiolában volt, az meg lett fordítva, és bele van fordítva ebbe a toronyba. Na most ennek a belsejében lesznek az axolotlök. Szépen ez meg lesz töltve majd vízzel. Hát igen, van egy rossz hírem. A gőteszem, ugye a mendemondákban és a mesékben, az most axolotl szem. Sajnos a Minecraftban nincsen gő,
fűte, viszont valamiből el kell készíteniük a boszorkányoknak az italokat, fűzeteket, és hát ez az axolotlöknek a szeme lesz. Bocsi mindenkinek, aki szereti ezeket a kis állatkákat, de hát menniük kell. És ami a legjobb egyébként, hogy még közelebb hozom hozzátok ezt az építményt. Ugyanis, hogyha a Twitch nézőim vagytok, akkor tudtok elnevezni csatornapontokból magatoknak axolotlöket. Ez azt jelenti, hogy ha nézitek a streamjeimet, akkor kaptok közben pontokat, amiknek a beváltásával ti is kaphattok egy-egy állatkát oda be. Egy állatkát, akinek hamarosan ki lesz főzve a szeme a gödréből. Na de elég volt a morbid sztorikból, rendezzük be ezt az építményt, és hozzunk ide egy falusit, akit aztán a szigonnyal átváltoztatunk boszorkánnyá. Oké, srácok, őszinte leszek veletek, én el akartam napolni a berendezést holnapra, viszont este beléptem, hogy elrendezzem az inventorimat, meg minden ilyesmi, és éppen egy ilyen viharunk van, ami azt jelenti, hogy tudjuk használni a villámot arra, hogy boszorkányokat csináljunk, úgyhogy nincsen más dolgunk, mint egy falusit kicsalni ide. Ameddig az megtörténik, addig gyorsan kivágok egy fát, vagy hát legalábbis pár darabot, csak azért, hogy csinálhassak magamnak egy csónakot, amivel beleteszem utána majd a boszorkányt, ezt majd kivágom szépen rendesen. Gyere ki, falusi, kérlek szépen, gyere ki, még mielőtt elmúlik a vihar. Oké, ott van, ez az, nem jött össze, nem, na várjátok, hozzá kell vágnom. Ez az, oké, megvan, megvan, tudom, hogy te most le fogsz engem dobni méreggel, tisztában vagyok vele. Oh no, oké, megvan, srácok, bent van, bent van, bent van, király, király, oké, visszazárjuk, rendben van, igen, méreg, tudom, méreg. Hú, srácok, nem hiszitek el, hogy ehhez mekkora szerencse kellett. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy elmegyek és csinálok még egy boszorkányt, csak a biztonság kedvéért, hogyha összejön. Várjátok, ez nem jó ötlet, mert már csak kettő falusink van. Oh no, nem szaporodtak sajnos azóta. Ne menj ki, ne menj ki, rossz, rossz. Vissza. Haj, pedig itt olyan sok falusi volt, azt hittem, hogy tudok csinálni még egyet, de nem baj, egy is elég, majd nagyon vigyázunk rá. Te kis csúnya, látlak ám, dobálozzál csak, úgyse találsz el idáig. Na de hogyha ez már ennyire szerencsésen alakult, akkor semmiképpen nem kapcsolom ki a felvételt, hanem megcsinálom azt, amit amúgy is mindenképpen meg kellene tenni. És ez bizony nem más, mint a boszorkánynak a felszállítása ide. Srácok, egyezzünk meg valamiben. Egy közös megegyezés alapján, mivel már nincsen szükségem az időjárásra, ugye a boszorkány már megvan, ezért mi lenne, hogyha miután eláll az eső, kikapcsolnám az időjárás változást. Ez hihetetlen, most már sok-sok videó óta nem tudok úgy timelapse-et sem felvenni, meg egyetlen egy videót sem, hogy legalább naponta egyszer, két naponta egyszer ne szakadjon az eső, és ez sem a bitrate-nek nem jó, sem pedig igazából a felvételnek és az élvezeti értéknek. Game rule, do weather cycle, false. Ennek a lényege, hogy kikapcsolja az esőt. Sajnálom, srácok, nem szoktam ilyen parancsokat használni, de ez már tarthatatlan. És akkor most szépen ide fellépcsőzök, ugyanis itt kell majd a síneket végig vezetni. Ó, lehet, hogy egy kicsikét alacsonyan leszek. Na mindegy. Igazából így addig lebonthatom ezeket a részeket, amik annyira nem fontosak, és akkor így ide behozom. Ezután pedig fel kell majd vinnem oda, ugyanis bele akarom tenni a mozsárba ezt a kis díszboszorkányt. Ugye itt van az a mozsár, amiről beszéltem nektek, hogy Baba Yaga abban repül. Oké, addig ezt itt szépen elzárom, hát nagyon-nagyon sajnálom, de nem baj. És akkor szépen idehozom, mondjuk így idáig. Rendben, gyorsan beszállunk mellé. Oké, nyugodtan elkezdesz dobálni, persze, áú. De akkor legalább magadat ne találd el, te bénaság. Hú, de messze dobsz. Oké, akkor most szépen kiszedünk téged innen. Rendben van. Gyere, gyere, gyere. Ne dobj meg, léci, gyere. No, 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 no. Gyere szépen erre. Erre gyere szépen. Ügyes, ügyes. Oké. Ügyes, ügyes, de gyere kicsikét közelebb. Nem, nem, rossz vagy, abba menjél bele. Oda menjél bele. Áú, nem. Úgy, ügyes. Áú. Buta boszorka vagy. Nagyon buta boszorka vagy. Na jó, hát most amit tudok tenni, az nem más, mint hogy szépen leviszem a szívemet félre, onnantól már nem tud sebezni tulajdonképpen. Oké, ügyes vagy, már mindjárt fent vagy. Már mindjárt fent vagy, szuper. Nevezzünk is gyorsan el téged, még mielőtt valamilyen bug miatt úgy döntesz, hogy diszponolsz. Tudom, hogy nem szabadna, de attól még ebben a játékban bármi megtörténhet. Baba Yaga.
Egyébként, hogyha azon agyaltok, hogy mégis honnan jött nekem ez az egész Baba Yaga mizéria, nos hát ugye az egyetemen volt egy olyan órám, ahol nagyon sok kultúrából különböző emberrel ismerkedhettem meg. Rengeteg olyan órám volt, ahol többen voltunk, mondjuk Magyarországról, voltak egy páran, nem tudom, Svédországból, Ukrajnából, stb. És volt egy ukrán hölgyemény, aki nagyon-nagyon tényleg igazi előszeretettel beszélt arról, hogy ugye nála a saját kis kultúrájában mégis milyen elemek vannak, és ő említette meg ezt az alakot, ami nekem egyébként nagyon-nagyon tetszett. Ne kérdezzétek, hogy ezt hogy csináltam, nem fogok válaszolni. És akkor most már csak a mozsárhoz kellene felépítenünk, oda kellene feljuttatni a mi kis boszorkányunkat. Így szépen, hogyha erre leviszem körbe mondjuk a toronynál, akkor lehet, hogy még egyszerű is lesz a dolgom. Jó, hogyha elvileg mostondan fentről indítom ezt az egészet, akkor elvileg sikerülni is fog. Így szépen. Így a kanyaroknál direkt ilyen ketteset hagytam, így nem ferdül el a sín, és semmi probléma nem lesz. Elvileg. Oké, itt akkor megvan. Szépen így lejövök. Ne dobálozz! Hagyd abba! Ne! Áj, te! Á, hát ez most szép volt, remélem örülsz magadnak. Ügyes vagy! Nem, nem mondjatok semmit. Ne, nem mondjatok se... Nem! Ne, senki nem mond semmit, jó? Nem, abszolút nem! Én ebben nem egyeztem bele, köszönöm szépen. Oké, na most, hogy a régi bázison összeszedtem magam, szépen visszamehetek a másik bázisra. Jó napot! Ne tessék rám dobni semmit! Nem! Ne tessék! Nem! Rossz döntés! Nem! 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 Elég volt! Nem! Nem! Áú! Na! Áú! Ez az! Mindjárt ott vagyunk és vége a szenvedésnek! Menjél! 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 Menjél szépen! Ne 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 Oké, újra próbálkozunk. Gyerünk, 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 menjél, nem baj, menjél, menjél, menjél. Nem, nem, rossz. Ne, 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 ne. Fel, 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 fel. Rosszabb vagy, mint egy falusi. Fel, fel, fele. Fel oda. Oda fel. Ne, 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 ne. Nem hiszem el, menj már föl! Ez az te kolbász pofájú, végre! Oké, na, ott maradjál, innentől engem már nem érdekez. Ott maradjál szépen fönt. Kész, pont, lezártam. Ennyi volt, kész, íme. Ott van mindenkinek szépen a Baba Yagája ott fent, tessék, meg is mutatom. Íme, itt van. Remélem, hogy mindenki boldog. Én kaptam 3 agyvérzést, 2 idegösszeroppanást, de amúgy rendben vagyok. Ezt pedig itt ígéretemhez hülyen nem felejtem el kiszedni. Na, most akkor végre folytathatjuk a berendezést. Mint látjátok, ide lent egészen kicsike hely van. Eredetileg szerettem volna megtartani ezt a torony struktúrát, de szerintem lebontom itt a falakat. Akkor ez itt most így fest. Itt középen lesz majd egy ilyen bárpult, egy kicsike, és itt kívül lesznek az asztalok. Na most ezeket a blokkokat hoztam. Ezekkel nem fogok tudni világot megváltani, főleg nem ekkora téren, de igyekszem minél jobban és minél otthonosabban berendezni. Oké, visszamentem gyorsan állványért, mert abból nagyon jó kis asztalokat lehet csinálni, mondjuk így ide. Viszont a plafonról sem szeretnék megfeledkezni semmiképpen. Oké, azonnal befejezem, töltj el az egészet. És oké, ez így nem rossz, nem rossz, jól van, meg vagyunk. Nagyjából kezd szépen itt kialakulni a tér középen. Most akkor szerintem csináljuk meg mondjuk, nem is tudom, legyen mondjuk a bárpult a következő. Ezeket csak ideiglenesen fogom ide letenni. Ide szeretném majd rakni a hordóinkat, amiből már most látom, hogy nincsen elég. Nem baj, gyorsan kraftolok. Így, és akkor már lesz. Bőven. Talán ennyi elég is, bár lehet, hogy ide is teszek majd még. Egyet ide, és egy ilyet ide. Ameddig itt szépen berendezgetjük ezt a helyet, addig hoztam nektek még 2 kommentet tőletek. Mind a 2 nagyon jó fej, és az egyik tartalmaz egy nagyon érdekes kérdést is. Bazsi0914 azt írja, hogy hello, még csak 1-2 napja nézlek, de nagyon megfogott a csatornád. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Bazsi, és örülök neki, hogy ilyen hamar egyébként írtad, hogy lepörgetted a Let's Play-t. Ez nagyon jól esik, így tudom, hogy tényleg élvezed azt, amit nézel, szóval király vagy, köszönöm szépen.
Alex Almási rögtön egy kérdéssel nyitott, belevágott a közepébe. Megkérdezte, hogy szerintem milyen lenne, hogyha bejönne valamilyen csoda folytán a játékba a negyed blokk, meg mondjuk ugye a vertikális blokkok, a fél blokkok, és ez egy eléggé érdekes kérdés. Én őszintén leszek veletek, nekem erre az a válaszom, hogy én személy szerint annyira nem élvezném. Én nagyon szeretek egész blokkokkal dolgozni, meg hát fél blokkokkal és lépcsőkkel, de megvan a maguk kihívása szerintem. És pont ettől szép a játék. A Minecraftnak az a lényege, az a saját sármossága, hogy nagyon egyszerű. És hogyha túlbonyolítanánk negyed blokkokkal, akkor szerintem nem lenne már ugyanolyan, mint régen. Nekem személy szerint nem tetszene, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Ti szeretnétek-e esetleg mondjuk negyed blokkot, vagy fél blokkokat, amiket ugye így meg lehet fordítani, stb. Még egyszer köszönöm szépen Alexnek a kommentet. Nagyon jól tudjátok, hogy a virágcserép az semmiképpen nem maradhat el. Hova tegyek még egyet? Nem baj, valahova megoldom. Itt nem tudok átmenni, mondjuk így ide, mert akkor már lehetne a másik oldalra is egyet, mondjuk így ide. Amire még nagyon nagy szüksége lenne a helynek, az egy kevéske szőnyeg. Na de melyik színből vigyünk oda? Mi lenne oda? Hát szerintem talán ez, ugye ez a lime színű, lehetséges, hogy ebből kellene egy párat gyorsan csinálnom. Gyorsan kraftolok is néhányat, és már viszem is, de előtte virágok, hozok virágot. Nem, rájöttem, hogy mégsem virágot hozok, nem illene ide. Nem túlságosan virágos kedvűek, ugye ezek a pillager fajták, a boszorkányok, úgyhogy csak sima zöld növényeket hozok, ami egyébként szerintem még tök jól fog illeni a szőnyekhez is. Oké, akkor ezeket most szépen összeszedem, és megnézzük, hogy végül hogyan néz ki. Raktam ugye ide még gyertyákat, ezek így lebegnek, kicsit ilyen mágikusak, boszorkányosak, így az asztal fölött, meg minden felé. Szóval igen, arra gondoltam, hogy ezeken a részeken lenne a köznép, ugye, akik bárhová leülhetnek tulajdonképpen, igazából nem zavarnak senkit, és akkor itt lennének az ilyen boszorkány admirálisok, meg vezetők, az ilyen fontosabb, privátabb beszélgetésekhez, ide eljönnének a többiektől, és ugye közben pedig a kis sunyi bárpultosunk, ő tudna folyamatosan hallgatózni. Ó, hát amit még nem tettem le, és szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, az nem más, mint a potion főző, hát nyilván ugye itt csinálják a különböző bájitalokat. És hogyha már potion főző, akkor ideje felmenni és hát megcsinálni azt az axolotlös csodát, amit mondtam nektek. Na hát akkor most jön a káosz. Először is szeretném ezt a részt, ezt a lentit itt megcsinálni, és csak utána betenni az axolotlöket oda. Oké, rendben van, akkor először is jöjjön a plafon ismételten. Így szépen körbeépítjük az egészet. És akkor utána ez pedig egyen feljebb. És hogyha ez megvan, akkor most jön a trükkös rész. Most kellene egy olyasmit építenünk, mint egy ilyen kivonatkészítő. Nem tudom jobban megfogalmazni igazából. Ami leszűri a gőteszemet, és egy ilyen eszenciát kap, ad, ugye végül. Ezt mindjárt meg is próbálom valahogyan prezentálni nektek, hogy mégis mire gondoltam. Tehát ez egy ilyen gépezet, ez egy ilyen cső, ami ebbe csöpögteti be a gőteszemlevet. Most akkor ezt így valahogyan meg kellene úgy csinálnunk, hogy hát legyen egy picit ilyen gépezetes hangulata, de hát mégse legyen túlzásba víve az a bizonyos gépezetes hangulat. Tehát nem is tudom, mondjuk még falakat használhatnánk így. Várjátok, ezt mégse viszem ennyire így föl, hanem ezt így lejjebb, ezt így ide, és akkor ez alá jöhet végül, ez szerintem, és akkor esetleg ezt itt körbevehetnénk egy asztallal. Várjatok, használjunk inkább Dark Oak-ot, az talán egy picikét jobban kiemelődik így a padlóból meg minden. Na várjatok, szerzek még magenta festéket. Ugyanis szerintem nagyon jól mutatna, hogyha tudnánk építeni egy pár ilyen varázs effektet, ilyen mágia effektet ide, ami így körbe-körbe repked az építmény körül. És akkor egyet mondjuk így ide is szépen, meg ilyen sok picit, így össze-vissza. Oké, így gondoltam. És akkor így ezzel megvagyunk, itt lehet kóstolót kapni szépen a gőteszemekből, meg mindenből, ezeket a fáklyákat pedig kicserélem kettő darab lámpásra, és már meg is vagyunk. Nincsen nekem véletlenül a másik bázison egy csomó hínáros csesztem. Tudtam én, hogy van. Ez az,
Ebből kell mondjuk egy 2 darab stack, aztán itt szépen mehetünk is. Na most jön még csak a nehéz része, hiszen érkeznek az axolotlök. Oké, akkor ezeket most itt szépen kiszedem, aztán kell nekem egyfajta blokk. Hát igazából bármilyen jó, de szerintem hozok földet. Ugyanis ennek a tetejét el kell fedni valamivel. Mint ugye már mondtam, ez az egész fejjel lefelé van fordítva, tehát szerintem egyértelmű, hogy nem lesz tele. Mondjuk így idáig lesz, majdnem hogy félig. Oké, és akkor most ide jöhetnek szépen blokkonként egyesével a vizek. Viszont milyen szép itt a mocsárban a víz. Oké, ez tök jól néz ki. Oké, szerintem kitaláltam valamit, amivel nagyon is megkönnyíthetem a saját dolgomat, de majd döntsétek el ti, hogy szerintetek jó-e vagy sem. Tehát, hogyha ebbe a magasságba leteszem a szlebeket, idefent pedig csinálok egy végtelen vízforrást, majd ezekre a szlebekre egyesével kattintva lerakom a vizet, akkor elvileg, ahol nincsen víz, ott alá fog folyni, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban és egyszerűbben meg tudom ezt csinálni. Csak azt kell jól megjegyeznem, hogy hova tettem már, mert különben ez történik. Bár igazából, hogyha szépen sorban haladok, akkor ez könnyen elkerülhető. Wow, mennyivel könnyebb így. És akkor elvileg már csak ez a 3 blokk van, plusz ugye amik az üveg alatt vannak, viszont most szerintem gyorsan végigfutok egy vödörrel, és leellenőrzöm, hogy mindenhol van-e víz. Oké, akkor most szépen ezeket így lebontjuk. Ó, igen, és az üvegek alá, ahová nem fértünk be, oda mindenképpen rakunk vizet, különben ilyen eléggé érdekes kis folyamok lesznek. És akkor így megvagyunk. Na most jöhetnek a hínárok. Remélem, hogy lehet üvegre tenni. Ez az, lehet. Ugyanis így vízforrás blokká alakítjuk az összeset. Hogyha ezt megtesszük, akkor nem fogja az akváriumnak az aljára lenyomni az axolotlöket. Úgyhogy ha mondjuk esetleg valami hasonlót egy akváriumot csináltok, mindenképpen használjatok kelpet az összes blokkon. Ugyanis akkor nem lesz az a nyomás a halakon meg az állatkákon. Oké, akkor most elfogyott, ami nálam van, ami azt jelenti, meg kell jegyeznem, hogy ez a sor már nagyjából kész van, viszont hogyha ezt itt kiütöm, ezek már egészen biztosan megvannak. Oké, és akkor itt folytatjuk. És akkor most ugyanezt megcsináljuk ezekben a sorokban, majd szépen alszunk egyet a víz alatt, mert az full normális egy papagájnak, aztán itt folytatjuk. És akkor az utolsó blokkok is elkészültek, minden forrásítva van, meg vagyunk. Szuper. Azon gondolkodtam, hogy egy pár ilyet még itt hagyok, csak azért, hogy ilyen slutyisabb, slörtyösebb, slörptyösebb, most nem tudom, ezzel a ponton már csak próbálok undorító szavakat kitalálni, legyen ez az egész kis akvárium, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint hogyha egy ilyen lenne. Oké, meg vagyunk. Remek. Oké, és ide rakok Soul Sandet, csak azért, hogy buborékozhasson az egész, hogy még undibb legyen, hogy távolról nézve. Semmiképpen nem szeretnék magma blokkot használni, az is buborékol, csak az lefelé húzná őket, valószínűleg a halálukba, azt pedig szeretném azért elkerülni. Na jó, nekem nagyon tetszik ez a koncepció. Szerintem tök jó lett a megvalósítás is, viszont itt az ideje elengednünk azt az axolotlot, akiről már szerintem a legtöbb megfeledkeztetek. Ő nem más, mint Amarilla. Az első olyan axolotlunk, amit elneveztünk. Hogyha jól emlékszem, akkor Hafuka volt az, aki elnevezte nekünk, az egyik nézőm és kommentelőm, és hát íme itt van végre, van neki élőhelye, sajnos soha nem volt rendes élőhelye, na most már van. És ne felejtjétek el, srácok, hogyha bekövettek Twitch-en azon a linken, amit odaraktam a leírásba nektek, akkor ti is, hogyha nézitek a streameket, tudtok csatornapontokat gyűjteni, és tudtok beváltani magatoknak idővel a saját nevetekkel axolotlt. Ezt nézzétek, hogy hogy élvezi a buborékokat. Oké, már is teljesen más a hangulata így ennek az építménynek, hogy végre elkészült a löty, ami ott van fent. Hozzunk már neki egy kis trópusi halat. Itt van egy pár, gyere csak, gyere szépen, vissza, várjátok, legyünk változatosak, vigyünk neki bohóc halat is, meg ilyet is. Egyébként szaporítani is trópusi halas vödörrel lehet őket, viszont én ezt most nem fogom megtenni, a szaporításra 2 külön axolotlöm lesz, aki nem Amarilla, és nem az elnevezett axolotlök. Ha, adj nekik!
Ez az. Nézzük végig a showt. Hát most nem akarja. Úgy látszik, hogy egy darab elég volt neki. Viszont, hogyha már így alakult, hogy éppen este van, akkor gyorsan megmutatom nektek a helyet. Éjszaka. Nem biztos még, hogy láttátok ugye a világító savtavakat, valamint a beacont így éjszaka, meg hát persze az új építményünket. Ebben értsünk egyet. Tévedni emberi dolog. Sajnos csak egy vödörnyi axolotlön maradt. Ez csak is egy dolgot jelenthet. Ideje új tájakra tévedni, ahol találhatunk láskéveket. A történet szerint pedig mondjuk azt, hogy a boszorkányok küldtek minket alapanyagért a főzetekhez. Oké, nem baj, legalább tudok szerezni ebből a csodálatos földből, úgyis már kifogyóban volt. Gyerünk. Oké, megtaláltam. Itt vagyunk. Elvileg, hogyha én most szépen leások, akkor ott is leszek. Szuper! Oké, ez egészen nagy. Itt biztosan lesz valahol egy axolotl. Most már csak meg kell gyorsan találnunk. Azért ilyet is viszek. Nem fogom itt hagyni. Ide vele. Egy pont ollót nem hoztam, viszont legalább találtam állatkákat. Fehérből még nincsen, úgyhogy őt mindenképpen befogjuk szépen. Ó, kettő is van, de aranyos. Kár, hogy csak egy vödröm van. Na mindegy, igazából tudom őket szaporítani. Nem tudom, hogy tudtátok-e, biztos van itt valaki, aki nem, hogyha szaporítjátok ezeket az állatokat, akkor nagyon kicsi eséllyel kaphattok egy ilyen kék színűt. Őt már csak szaporítással lehet megtalálni, igazából a játékban, így barlangokban már nincsen 1.18 óta, úgyhogy, ja, őt is megpróbáljuk majd megszerezni, de igazából nem ő volt a lényeg, hanem az, hogy legyen a nézőimnek olyan, amit elnevezhetnek. Ó, de csodálatos, és mennyire félelmetes, hogy itt van egy ilyen óriási nagy, hát konkrétan egy láva tenger. Ah, szép. Na de ideje akkor szépen visszajönni ide föl, és felásni magunkat. Let's go! És itthon is vagyunk. Hú, te jó ég, hát feladjátok a feladatot a papagájnak, fel kell írnom még gyorsan az új csatornatagoknak a nevét. Oké, meg vagyunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. No de srácok, illetve lányok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a csodálatos epizódot, nagyon-nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy nektek is tetszett. Végül elkészültünk ugye az építményünkkel is kívül-belül, valamint hoztunk hozzá ugye axolotlot is, úgyhogy minden a leges-legnagyobb rendben. Hogyha nektek is tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Hamarosan újra találkozunk, addig is legyetek jók, és igyetek sok teát, mert bizony a tea mindenre jó. Hello, sziasztok, pápa!